Visszatértünk Szendi életével, akinek most itt kett hajnalra kellünk már megint, és Wolfgang éhes lett, hiszen most gyors megetetjük a földön. Miért szeretne egy másikat? Hát szerintem pont nem sok fel lesz egy baba. Jó, vedd ki, megetetjük a földön. Aztán szerintem várjuk, együnk mi is, mert ennyi sérsek vagyunk. És aztán meg gyorsan megyünk majd a Billy-re. Na nézd, te is felébredtél, Tucker. Akkor gyors tusolj le egyet, és menjünk ma is munkába, és ha minden igaz, most már tényleg jobb a emelés fogunk kapni. Mi a probléma ma megint? Ez csak hisztéria. Aztán megfogjuk. Nehogy előtte berondítson. Neki miért van ilyen rossz kedve? Várjunk. Én csak úgy rosszul érzi magát, mert olyan a hangulata. Mindenki egy ilyen tortát reggelire. Szeretném megtanítani a fiát, hogy sétálna. Jó, akkor ez a te feladatod lesz. Hol tart már egyébként? Ah, hát még kell egy párszor ráütetni. Oké. Okay. Jó, várjál, először ezt dobjuk ki, hogy legközelebb is tudjuk használni. Tehát le, és ez egy kicsit takarítunk, meg hasonlók. Nézzem, te hogy vagy? Ja, pont azt akartam, hogy gitározzon egy kicsit, hogy valami. Nagyon jó, és akkor ő is kis zenés lesz, de aranyosak. Ne, inkább csak gitároz. Csak ehhez ért egyébként, máshoz nem, most nézem, hogy nem is. Játsszál. Te kitakarítottad, nézem, mi a probléma. Figyelj, legyen már az, hogy próbáljuk meg tanítani egy kicsit, hogy tudsz vele játszani. Attól talán gyorsabban megy. Meg kíváncsi, hogy ezen miért növekszik. Hát is semmi. Szendi most egy kicsit beteges. Hát pedig nem csinál semmi extrémet. Kezdődnek a őszi fesztiválok. Na nézd ezt a manót, ezek itt felbukkannak. És ugye már ősz van, és elég hideg, úgyhogy kicsit lehet interesítő a pálmafa körül. Na, itt mindjárt nem, itt valahogy itt mennek a lovak hátul. Oké, érdekes a vadló, és be van neki fonva a farka, az érdekes. De nem baj. Ezzel sikerült, de szerintem ezzel nem mutatott semmit, ugye? Nem. Te hova? Igen, még meghallgatom ezt a gitárjátékot, hogy így gyors tusoljunk le. Dobjuk ezt ki. Nem tudom, csak egy kicsit úgy takarítsunk a ház körül. Azt szerintem talán főzhetünk is. Ó, egyébként meg említettétek, hogy meg tudnánk venni egy szakácskönyvet, amiben meg tudja tanulni a palacsintának a receptjét, úgyhogy szerintem az is lesz. Ezt is dobjuk ki, olyan ki fogja. Úgyhogy szerintem el is megyünk a... Ő is meg szeretné tanítani sétálni. Na majd aki, nekinek sikerül. Úgyhogy addig, amíg apa itthon van, ami olyan... Hát még a következő 5 óra, az nagyon jó. Addig gyors elugrunk a boltba, vagy könyves boltba. Ami... Nem is néztem elég, hogy ebbe a városba hol van. Hát itt is van valami csillag, itt valamit lehet kezdeni. Ez mi ez? Én gondolom itt dolgozom, hogy nem tudom, ez mi ez. Na mindegy, hol van itt a könyvesbolt? Az lenne a legjobb, ha minél közelebb lenne. Ezt nem tudom, ez mi, itt mit csinálnak. Nem ismerem nagyon ezt a városukat, ez is, ezek minek a jelen? Ez ilyen parti is, ez is parti is, értem. Ez is itt parti, ez a múzeum. Itt gazdag emberek laknak, ez mi ez? Ja, ez is egy ilyen kibaj, vampíros hely, főleg. Újságírás, park, ó, itt van könyvtár, de a könyvtárban csak nem lehet könyvet kapni. Vagy ugye a Sims 4-ben van az, hogy online-nak kicsit lefagyogat ez a gép. Hogy mi a játék? Vagy azért állítsuk már az időt, hogy azért
tudom, mit csinálnak. Hát nem lehet, nem tudom, hol lehet itt könyv. Ha ide eljövök, akkor itt lehet. Na most kiderül. Viszont nem nagyon úgy néz ki, de majd meglátjuk. Hát jó, babus el van, apus is el van. Közben nézzem, hova jöttél. Nagyon örül valaminek. Ezt meg lehet nézni. Ez mi ez itt? Mit lehet itt vásárolni? Rákozottam, hogy bájt, mi fog történni? Ha, ilyen érdekes dekorációkat. Gondolom, ezeket nem lehet egyébként megvenni. De érdekes. De érdekes. Mindenféle dolgot lehet itt venni. Itt van egy gitár is. Nem tudom egyébként, mennyibe szoktak ezt kerülni. Meg a recepteket, hogy ezt hol lehet venni, azt sem tudom, nem is néztem utána, mi ez. Frame. Ha. Bekereteztetni. Érdekes, na hát. Figyelj, ezt megvesztük, mert egyébként szeretne egy... Szeretne megtanulni, ugye itt van ez, hogy megtanuljon egy... hogy hívják ilyen küzdősportot. Úgyhogy ezt a könyvet megolvastatjuk. Na, takarért egy óra múlva jönnek, úgyhogy most egy kicsit hagyd abba, mert szedjük magunkat rendbe. Micsoda, Wolfgang mindent megtanult? A xilofonról. Na hát. Úgyhogy már nem is növekszik neki. Akkor most tanítsuk egy kicsit sétálni, vagy amikor azt apa akarjuk, akkor tanítsuk meg beszélni. Ő is itt valamit beszélni szeretni. És egyébként Wolfgangnak mennyi idő, míg felnő? Hú, hát azért még egy kis idő, 6 nap. Hát azért el leszünk ám itt. Az megérkezik egy másik baba is közben. Jó, szerintem egyél még, mert aztán éhes leszel munkahelyeden, egy salátát. Jaj, vagy akkor mégse. Mennyit dolgozni. És most nem veszük olyan keményre, várom majd lecserélj ezt a ruhát. Nem veszük olyan ezért, hanem azt legyen, hogy találkozzon többi. Ja, azt akarom, hogy kicsit ismerkedjen, mert ha mindenki az így is emelést kapunk, de majd a végén még rálesek, hogy biztos meglegyen az emelés. Ja, itt tanulgatják, de aranyosak. Majd lehet, hogy megint tartson átkérültetni a Billyre. De aranyosak itt tanulgatják a házat, a padot. Szerintem tegyünk egy szünetet, és tegyük rá a Billyre biztosan, hogy biztos azt lesz, meg adunk neki enni. Na, és akkor aztán még egy bilizés, és aztán meg is van. Vagy már most meg lesz? Várjunk, most sikerült? Igen, úgyhogy mostantól maga fog járni WC-re, nagyon ügyi. Na, adjunk neki itt egy cumis üveget, és szerintem, hogyha ezt már kitanult, akkor vegyünk majd valami mást, ami mást is tud tanulni, ne csak akkor ez legyen. Vagy ezzel mit írja ezzel a... Gondolom, ez a kreativitás, nem tudom, hogy ez is ugyanaz a kreativitás, hogy ez már ilyen logika. De ezt gyors bevesszük ide. És akkor nézzük, hogyha ezzel játszol, bármilyen mindjárt jön a kocsi. Addig te is le tudsz ülni, ha megeszed ezt. Nagyon jó, úgyhogy most már a WC-re járni fog magától, csak ki kell venni. Aztán, ha megtanulna beszélni, bár azt nem tudom, hogy ennek milyen nagy értelme van. Még annyi, hogy ha ezen játszol, akkor növekszik valami, vagy ugyanaz. Na, itt tudod, szerintem akkor ez a logika lesz. Jó, nem sokat mindent. Úgyhogy... nem tudom, hát akkor tisztába tesszük utána, még egy kicsit tanulunkatunk, aztán... Ja, még nem lehet tisztába tenni, vagy hogy lehet megfürdetni? Nem, de egyelőre akkor csak beszélgessünk vele, nincs csak. De hagyd ezt addig abba. Jaj, olyan aranyos. Közben várjuk a következő tesókát. Na, az egészen érdekes szavakat tanulnak már.
azt hiszem holnap ezt már meg is fogja tudni tanulni. Aztán csak apának lesz úgy, hogy szerintem következő nap szabad lesz, és akkor majd ő meg tudja sétálni, aznap azzal fog foglalkozni. Jaj, közben nézem a munkája. Tegyünk egy keményen dolgozót így a végére, hogy biztos meglegyen. Vagy inkább ez a zenetes stressz elején. Ezzel az megtanult beszélni már most. Nagyon jó. Jó van, szegény, akkor menjen aludni most már, nagyon megérdemli. De valahogy mi ez a higiénia van, mit tudok vele csinálni? Én most már ki tudom cserélni. De azt mondja, elmegyek vécére, nem bírom tovább. Hát mondjuk, ha terhesem az ember, akkor valóban zsűrűben kell járni. De arra is visszatért. Ez az. Szóval most már ő foglalkozik, hogy az ilyen turnén az fényekkel, meg a hangtechnikákkal, meg hasonlókkal. És a mikrofon próbát is most már ő csinálja. Úgyhogy egyre közelebb állunk ahhoz, hogy mi legyünk már a színpadon. Nézzelek. Ja, hát ez egy kisegítő ott a színpad körül. Hát egészen jól állunk ám mindenkivel. Nagyon jó. No, várjál, mit szeretnél itt? Jó, az jó, jó van. Hát szerintem ő mindjárt kifekszik, mert már jó kifárasztottuk, úgyhogy te is itt befeksz aludni. Tucker hazajön. Nagyon ügyik vagytok, minden nagyon tök jó halad. Lefekszik aludni, és itt egy zombi. És akkor ott is egy másik zombi. Elég érdekes a Walking Dead-es feelingje van ennek a háznak. Úgyhogy, ez a ruhája. Nagyon, na sokkal jobb a ruhája most már. És akkor holnap ugorjunk is reggel, és holnap megtanítjuk Tuckert sétálni. Oké. Fel is kellünk. Most már reggel hajnalban vagyunk, kivel akar beszélgetni Manisa, vagy nem tudom ki ilyen random emberke. A baba is fent van, úgyhogy etessük meg itt. Mivel fogjuk meg. Tucker is felkelt, mindenki elmi felhővéssel kezdi a napot. Kíváncsi vagyok, mikor érkezik meg a következő baba. Így, és akkor ha minden igaz, akkor Tucker sétálást fogja megtanítani, jön a baba. Oké, várjunk, elég gyorsan. Ne akadj ki, Tucker, ne akadj ki. De maradj itt Wolfganggal. Remélem nem mentek emlékeztetni a kórházba. Menj a kórházba. De te ne menjél. Jó van, nyugi. Vedd ki a babát. Vagy ő is veled jön? Vagy hogy lesz ez itt? Tedd csak le, és folytasd a tusolj egyet. Sandy el lesz. Bár igaz, hogy neki ott kéne lenni, akkor kivigyázz Wolfgangra, vagy akkor ő egy kis be kéne menni. Figyelj, ezt ne azzal játsszál már, hanem nézzük akkor most a logikát. Vagy tudod mit, apa? Nem, csak elmegy a kórházba. Baba meg itt marad. Na majd, ha valami van, bár vécére el tud menni, most kaját. Oké, szóval kell egy babysitter, inkább maradjon itthon. Ja. Elmegy tusolni. Sandy megban már egyszer volt neki, nem kell lakodni. Szeretne Wolfganggal játszani, jó van. Na, ha mindig ez, akkor ez a kettő beteljesedik itt. Nem is tudom, mi lesz az a neve. Megint csak egy fiú, akkor legyen mind a kettőnek, mindegyiknek dupla villa kezdődjön a neve. Legyen ő Willy. Csak így hirtelen eszembe jutott. Vagy Wilfred. Az olyan Wilfred. És akkor nézzük, mi lesz. Ja, már eleve megkapta a Wilfred már eleve művésze, művészies. Na hát, és akkor mellette még ügyetlen lesz. Wow. Na és akkor ez a kettő be is teljesített, nagyon jó. Na és akkor kezdjük előtt tanítani és sétálni. Wow, akkor várjunk, akkor most már két fiúba van, hát akkor kéne még egy kis ágy ide, be kellene zsúvasztani egyet.
Már nagyon éhes. Szendi alig várja majd reggelizben. Jó, van, tegyük be, hogy várjál a Wilfreddel, játszál még egy kicsit, vagy ez egy női név, te jó, most leszem a Wilfred, ez nem egy női név. Ölelges, meg aztán tegyük be aludni. Hát most már mindegy. De arra is most itt fogtok tanulni sétálni, hogy mi történik itt. Nem. Nézd neki, aki tévézni. Mondtam, hogy sétáltassuk meg. Hogy tanítsuk meg sétálni. Jó, és akkor, ha most, hogy így van hely, akkor az lesz, hogy... Ezt átrakom. Fú, hát itt rengeteg gyerek lesz majd, és nem tudom, hogy fogunk elférni. Egyik akkor azt inkább, de kirakom, amikor itt fognak majd gyakorolni. És akkor kell egy másik ágy. Csak kék van, meg sárga. Akkor egy másik kék. Azt hittem, oda be fog férni. Na várjunk akkor, sehol? Várjunk, mert valahol csak, na, én csak le akarom tenni. Így, és akkor azt a kis, ezt ha elviszem az útba, akkor oda befér be. Jó, és akkor ezt meg átvisszük. Legyen itt, bár nem tudom, a gyerekek ki tudják nyitni az ajtót, vagy valami ilyesmi. Csak itt az út közepébe. Nem lehetne ide berakni? Hát, ha ki tudja nyitni az ajtót, ugye sem alak, vagy nagyon... Ah! Egyre-egyre kevesebb a hely, lehet, hogy izé... Növeszteni kell a szobát, sajnos ugye a Sims... A Sims névben van, úgyhogy csak úgy kihúzom nyíllal, itt meg egy kicsit azért bonyolultabb. Berakom ide, de az olyan idétlen, a játékkal. Nem tudom, hogy be lehet-e még feküdni az ágyba. Na, majd kiderülnek itt a dolgok. Lehet, hogy a játékok legyenek kint. Így. Na. Fú. Jó van. Neked hány nap még felnősz? Ő hamarabb lesz, 3 nap, ő hamarabb lesz, ő is ilyen kis totyogós, mint a tesója, gyerek. De nem baj, legalább tök jó barátok lesznek. Na, most már jobban érzed magad? Most egy kicsit tusoljál. Hú, sok, elég sok gyerek lesz itt. Még mindig folyamatos spam, jönnek majd a babák. De hát még meg tudjuk oldani, még 10 nap. Na várja, megint csak leütévézni. Várja, hogyha van... WC-re kell mennie, ti milyen ők okos. Nagyon jó. Jó van, nézzük őt, mint hogyha ő is izé. Akkor vele dolgozunk együtt, Jamarra. Aztán más nem is tudunk a munkahelyünkre. Nem nagyon szereted a fiadat, hogy többet kéne vele foglalkozni, ő kicsoda. De ő is csak egy kezdő, Lindy. Mikor őt is munkából ismerjük. Ő meg egy tag, oké. Okay. Ja, és arra gondoltam közben, megnéztem, hogy mikerre lehetne befordítani a pontjait, és ami neki a legjobb lenne, az a next big thing, ami azt jelenti, hogy sok, tehát a lényeg az, hogy ez pont ilyen bandáknak van. Hogyha valaki sikeres bandát szeretne, hogy meg is vásároljuk. Jó van, menj el, te is vécézni. Sandy, hát itt még van kaja. Akkor csak ürítsük ki ezt a Billit. Mert nem az ugyanúgy a WC-re megy, nem? Vagy a kukába. Nagyon ügyi azzal kell játszani most. És akkor figyelj, most egy kicsit szúnyókáit, mert úgyis a baba felfúj... nem tudom, a másik baba felfújják egymást ébreszteni. Gyere, folytassuk a tanulást. Ma úgyis szabad napja, úgyhogy nem is baj, hogyha kicsit foglalkozik a fiával, és hát, ha megtanítaná, nem tartunk elég. Eléggé, tehát lehet, ez több napba fog kerülni, mint csak ma. De legalább nem tudom, hogy ez szabad napja vagy nem, ez a spooky day, Halloween. De aranyosak. Na, fenn is van a kisbaba. Vegyük ki, Sandy, tudod, ez már nem az első, tudod, mit kell csinálni. Nem éhes vagyunk, hogy jönnek élni. Miért jelk? Most mi a probléma mindig?
Ölegessük meg. Játszunk vele. Aztán visszatesszük el egy vécére, és akkor folytassuk az alvás, bár nem annyira áll. Most nézzük, ti hol tartotok. Egész jók. Ó, Tuckert meghívtak egy buliba. Figyelj, menjél el, úgyis olyan régen voltál. És ez pont egy ilyen munkatársunk, akinek tök fura feje van. De mindegy, 7:30-kor elmegyünk, és ez ilyen fürdőruhás parti. Azt írja, hogy Szennek is munkába kell menni, de nem, meg azt mondja, 8 nap, hogy most lehet egy baba. Ja, látom, ez csak így feléig fogjuk elérni, vagy hát kicsit tovább talán. Fú, már most így elkezdik szaggatni a játék. Kíváncsi leszek, mi lesz akkor, hogyha rengeteg gyerekünk van meg hasonló. Tudnak kis Wolfgang. Ja, egyértelműen hasonlít az anyukára, azt akartam nézni, hogy mennyire. És aztán kíváncsi leszek, hogy az ő gyereke aztán. Arany is a kis pólója. Na, még aztán talán meg is tanulják teljesen, bár nem valószínű, de lehetséges. Még ha holnap foglalkoznak vele egy kicsit, mit szeretné itt egy partiba elmenni, ja, el is fogsz, és akkor még ezt lehúzom. Sandy kialudta magát ott a háttérbe. Ja, menj el tévézni, ugye, mit szeretnél valószínű, úgyis itt maradsz a babákkal, amíg apaja megy buliba. Fú, ide közelebb vagyunk. Ha ma nem is, holnap meg fog történni. Az, hogy sétálni is tud már. Aztán nem tudom, hogy a többi gyereknél is így meg fogja tudni. Most ugye Wolfgang egyedül van, volt rá idő. Ezt szerintem ez most megcsináljuk, ez nem baj. Ugye a part el is kezdik 7:30-kor. Ezt megcsináljuk. Ez az. Miért mondja, hogy Sandy tanította meg? Ja nem, most mindenki megtanította. Nagyon jó. Sandy, foglalkozz a kisbabáltal. Jó, menj is a buliban, már megtanult sétálni. Jobban szeretitek már egymást? Ja, sokkal jobban, nagyon jó. Ezt akartam. Csak ott tartogatja Sandy. Cserélj ki a pelenkáját. Ja, menj el buliba. Jó, de nem tudom, hogy nagyon mondogatni kell lesz Sandynek, hogy mit csinálja, mert nem akarok most így vele foglalkozni. Közben ő is éhes, hogyha meg kéne tetni. Jó, van itt ám dolog. A másik babát is majd meg kell tetni. Közben apa haza odaért a buliban, ez itt Tucker. Össze kéne haverkodni, ha már itt vagyunk azzal a munkatársal, aki meghívott. Hú, vannak itten. Ó, itt van egy kutya is. Várjunk. Tök jó lenne. Ah, nekünk is kell egy kutya. Wow. Lanya. Gondolom nem tudta, hogy fürdőruhásbud lesz, és nem készült. Ez ilyen kínos, ugye? Te vagy a munkatársunk egyébként. Ah. Ja, most így áttettek a fejek. Lindy. Ja, szerencsére nem bele kell szocializálni, olyan kínos az egész. Hol van Lindy? Sok itt ám a farkasféle. Látom ott is. Áll egy, hol van Lindy? Itt egy vampír emberke. Ja, már, várjunk, azért vele is haverkodhatunk ám. Üdvözöljük. Itt van Paul. Lanya. Bear dog, medvekutya. Ha, ugye éhes vagyok, farkas asszony. Összehaverkodunk. Találkoztunk egy vampírral. Hol van? Nézd, ott a szomszédban mászkálsz, így lehet látni. Hol van, aki meghívott? A házigazda, vagy nem ő a házigazda, vagy mi van itt? Na mindegy, hát akkor elhavarkunk vele. Legalább valaki itt van, akivel tudunk a munkánkat. Kicsit feljebb vinni. Ja, mert egyébként barátok vagyunk. Ő nincs itt, Lindy.
hogy valahol itt kéne legyen. Ő is, egyébként Isaac. Na, szerintem ő az, nem? Lindy. Ő is ilyen, mindenki ilyen ronda, fargas ember. Vagy ki jön még? Vagy akkor vagy összevárgatunk Lindy-val is, mert annyira nem ismerjük, mert van barátok vagyunk azért. Mindegy. Ja, de pont WC-re mentjük, amíg dumálhatunk. Elsütök egy viccet. Na, várjunk akkor. Pont tök éhes, és nincs jó paszba. Te jó, hogy olyan ronda így, olyan rossz így látni. Még rosszabb, mint a, mint a szegény Sandy. Te jó, hogy... De hát gondolom, hogy Tucker ma hozzá van ezeken szokva. Á, igazán átlátozhattál volna igazából a bulira, na mindegy. Megismerjük egy kicsit, ja. Mondja, menjetek, már ki vécézni szeretnék. Na jó, közben remélem otthon minden jól megy. Babával a tévét néz, ő éppen vécézik, nagyon jó. Na, elrontottad a vécét, mi történt itt? Ja, bedugult. Elmondod neki egy vicces történet, hogy ez már volt. Na, jó van. Hol tartunk a kapcsolatunkban? Hát, jó lenne, ha barátok lennénk. Legyen egy, hát egy high five. Ja, meg kicsit, de már éhes. Nem baj, azért szerintem nem maradunk sokáig, már 11 múlt, nem tudom, holnap munkába, bár soha nem kell korán munkába lennie. Megdicsérik a bundáját, hát nem tudom, ez nekem amúgy... Én nem tudom, az annak, hogy örülnék én. Mutasd neki egy vicces videót. Bejött egy rock nappal táncot. Neked ez a fürdőruhád, Tucker? Mi történt itt? Mi ez a csillanás hang? Beszélgessetek még egy kicsit. Itt közben ő már nem érzi magát. Mit csinálsz? Ennek kell főzni. Azt mondja, kösz, hogy eljöttél partimra. Most már mehetnél haza. Jó van, húzzunk akkor haza. Mert te látod, hogy összekezd összedőlni itt a ház, mert a gyereket nem rakja az ágyba, elkezd főzni. Majd folytatod a főzést, nem is tudom, mit csinál itt valami. Szerintem ez valami ízé lehet, ez van, nem a pumpkin pie, ez a tök süti. Na, itt van Tucker is, akinek már minden baja van. Olyan furcsa, hogy ezeken a bulikon nincsen kaja. Te is éhen akarsz halni, de hát van itt kaja. Nem tudom. Hát Tucker is neki, ha itt vagy. Bár szegény mindjárt alszik. Szóval inkább befejezem ezt, nem érdekel, mit mondasz. Na, csak pumpkin pie lett, és nagyon jó. Nagyon ilyes lettél. Igaz, hogy nem kértelek meg, és az gőzolgosan rakom a hűtőbe. Jó, szerintem mindjárt álljósz, gyere, aludjunk. Jó, azt mondja, hogy elmenjünk vécére. Szerintem itt fogunk aludni, hogy a gyerekeknek felébredjünk, ha kell valami, de szerintem felébredtük egymást itt, vagy nem tudom, hogy lesz. Wilfred már kezdi rosszul érezni magát. Szerintem várj, akkor gyere, inkább a havás előtt még fogjuk meg, mielőtt el kell sírni. Már akkor megelőzzük azt, hogy a másik is felébredjen. Na, csak elkezdte. Meg is kéne etetni. De úgy látom, a másik nem ébred fel. Jó van, gyors, tegyük vissza, és gyors aludjunk be. És akkor a következő rész majd innen folytatódik.